Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tolna megyei közgyűlés. Kevesebb forrásból kell gazdálkodni a megyében 2020-ban. Költségvetési tervezet. Szekszárd fideszes polgármestere folytatná a beruházásokat. Drogfogás. Fehér por és növényi törmelék került elő az autóból. Temetői rongálás, elítélték a kárt okozó munkásokat. Elfogadta 2020-as költségvetését Tolna megye közgyűlése. Az idei esztendőben a takarékos gazdálkodás volt az elv, hiszen az állami források csak erre adnak lehetőséget, mondta Fehérvári Tamás elnök. A testület rábólintott arra a marketing koncepcióra is, ami a Tolna 109 nevet viseli, és aminek célja a helyi értékek kiaknázása. Nem leszünk pénzbővében ebben az esztendőben, ennek megfelelően a takarékos működés a vezérelve az idei megyei költségvetésnek, mondta Fehérvári Tamás elnök. Az állami támogatások nem növekednek jelentősen, így csinyán kell bánni a forrásokkal, tette hozzá. Eléggé nehéz helyzetben vagyunk, hiszen évek óta nagyon-nagyon minimálisan növekszik az állami támogatás, és tudni kell, hogy a megyei költségvetések az állami költségvetésből kapják az apanást. Sokkal több pénzt el tudnánk hasznos célokra költeni, de hát most ami van, azzal kell gazdálkodnunk. A költségvetést is hasonló módon terveztük, alapelve az volt, hogy takarékosan, és arra blazírozva, hogy az év végéig kihúzzuk, úgy kell felállítani a számokat, hogy menet közben tudunk még változtatni pozitív irányba, de negatív irányba ne kelljen. A tavalyi évi pályázati lehetőségeket 100%-ban kihasználta Tolna megye. Hogy az idén lesznek-e plusz megpályázható források, egyelőre még nem ismert. Bízunk abba, hogy javaslat, meg ötlet végig szalad a rendszeren, és hamar hozzájutunk, hogy a tartalék maradvány pénzekből ismételten nyitnak egy kört, úgyhogy lehet még számítani különböző tengelyeken pályázati forrásokra. Mi azt gyorsan akkor kipályáztatjuk, településeken múlik nyilván, de tudjuk, hogy van annyi pályázat, hogy el fog fogyni a pénz. Tolna 109 címmel látott napvilágot a megyei marketing koncepció, melynek célja a helyi értékek felmutatása. A koncepciónak az a lényege, hogy minden egyes települést bekapcsoljunk egy közösségi térbe. Tehát amellett, hogy a fő feladatunk a megye és a területfejlesztés, mi kijelöltünk még magunknak ezen kívül egy feladatot, amit azt hiszük, hogy akkor működik jól a területfejlesztés, hogyha egyben közösségeket is fejlesztünk. A koncepció lényege, mondta Orbán Attila alelnök, hogy a jó példákat összegyűjtse, és mindenki számára elérhetővé, megismérhetővé tegye. Továbbra is a Tolna megyei közgyűlés tagja Ribányi József vezeti a Régiók Európai Bizottságának magyar delegációját. A politikust a testület alelnökévé is megválasztották. Ribányi József azt mondta, mindent elkövetnek majd annak érdekében, hogy Magyarországtól ne vonhassák el a támogatások 24%-át, mert ez szerinte tönkretenné a fejlődésnek indult hazai gazdaságot. Mi, mint önkormányzati küldöttek, mindenképpen szeretnénk hangsúlyozni, hogyha egy gazdaság elindult, egy olyan, mint egy startoló repülőgép, ami éppen elhagyja a kifutópályát és emelkedő pozícióban van, nem lehet elvenni tőle a gázt, a támogatást, az erőt, mert komoly következményei lennének. Több más olyan ügy is van Európában, amit mindenképpen meg kell beszéljünk, amit felszínre kell hozzunk, ez pedig a belső migráció, a vidéki területeknek az elnéptelenedése, erről mindenképpen szeretnénk beszélni. Elkészítette Szekszárd Fidesz-KDNP-s frakciója a város 2020-as költségvetési tervezetét, amit Ács Rezső, a Tolnai megyeszékhely polgármestere mutatott be hétértékelő sajtótájékoztatóján.
Ez alapján a város 19,6 milliárd forintból gazdálkodhat 2020-ban, amiből 7,7 milliárd forint jutna a működésre, a többit pedig a folyamatban lévő beruházásokra, fejlesztésekre fordítanák. A városvezető kiemelte, ha a közgyűlés ráborint a tervezetre, folytatnák a beruházásokat és a fejlesztéseket. Elkészült szexárd költségvetési tervezete, amit Ács Rezső a Tolnai megyeszékely fideszes polgármestere mutatott be hétértékelő sajtótájékoztatóján. Ez alapján a város 19,6 milliárd forintból gazdálkodhat 2020-ban. Ebből 7,7 milliárd a működésre fordítanó összeg, a többi pedig beruházás, fejlesztés. Ezek a fejlesztések, beruházások azt a célt szolgálják, hogy minél élhetőbb legyen és biztonságosabb a város, és ez már nem nekünk épül igazából, hanem a jövő generációinak. Ács Rezső kiemelte, ha a közgyűlés rábólint a költségvetési tervezetre, akkor folytatni kívánják a már folyamatban levő beruházásokat, így például az óvodai, bölcsödei fejlesztéseket, továbbá új orvosi rendelőt építenének a városban, és a Baka István általános iskolánál, valamint a DNS Valéria általános iskolánál energetikai korszerűsítést hajtanának végre. Ács Rezső hozzátette, 130 millió forintot szánnának a szociális ellátórendszerre. A költségvetési tervezetben szerepel a gyógyszerár támogatás, valamint a lakhatási támogatás, de megvannak a források a szociális tűzifa támogatása és a szépkorúak karácsonyi csomagjára is, tette hozzá Ács Rezső. Újdonság, hogy a szülővárosukba visszatérő fiataloknak letelepedési támogatást nyújtanának. Ez is szerepel a tervezetben. Nyilván kétféle van, az egyik az, hogy egy ingatlan vásárlás, hogy nyújtan az önkormányzat támogatást, azért a teherbíró képességét a költségvetésnek figyelembe kell venni mindenféleképpen. A másik, hogyha nem ingatlant vásárol, az én terveim szerint legalábbis, ha nem ingatlant vásárol valaki, nem bérel, mint albérletet, akkor pedig az albérletnek a díjához járulna hozzá a város valamilyen formában. Személy szerint én inkább azt a fajta támogatást javaslom, amikor valaki ingatlan tud vásárolni, és ez biztosan hosszabb távon ér tudja kötni szexhártoz őket. Ács Rezső elmondta, a költségvetési tervezetet minden képviselőnek kiküldték, amit a különböző bizottságok soron következő ülésükön áttárgyalnak majd. A 2020-as költségvetés végső formájáról pedig a közgyűlés dönt majd. Indokolatlanul és jelentős mértékben megnöveli a szekszárdi önkormányzat kiadásait az, hogy az előző ciklusban működő három helyet most öt bizottság tárgyalja a város ügyeit, valamint hogy a bizottságokban helyet kapó külső tagok száma 8-ról 14 főre nőtt. Ezt mondták pénteki sajtótájékoztatójukon a Szekszárdi Városvédő Egyesület tagjai. Szabó Balázs, a közösség sajtófelelőse úgy számol, hogy mindezek több mint 30 millió forint plusz kiadást jelentenek évente Szekszárnak. Szerinte ez felesleges pénzszórás, főként annak tükrében, hogy a városnak még nincs elfogadott költségvetése az idei évre, valamint, hogy, mint mondta, a mostani elképzelések szerint a korábbi évekre jellemző 7-8 nagy rendezvény helyett idén csak 3-at tud anyagilag támogatni a város közgyűlése. Ezen kívül a többi az függőben van, és egyelőre nem látják biztosítottak az anyagi hátteret, amiből meg lehetne rendezni ezeket a rendezvényeket. Ugye, hogyha megnézzük igazából ezt a plusz költséget, ebből teljesen simán meg lehetne oldani ezt a kérdést, ezért is nem értjük, hogyha a város tényleg ilyen nagy bajban van, folyószámla hitelen tengődik, és még költségvetése sincs, akkor hogy lehet az, hogy az első dolga a képviselőtestületnek az volt, hogy megemelje a saját fizetését. A biztonságra törekedett és a további fejlődés lehetőségét kínálja a Bonyhádi Önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott költségvetés. Filóné Ferenc Ibolya polgármester azt mondta, jelentős forrásokat terveztek erre az évre is a város fejlesztésének finanszírozására. A városvezető szerint a helyi adóbevételek növekedése azt mutatja, tőkeerős vállalkozások működnek Bonyhádon. 5,6 milliárdos nagyságrendileg kerekítve az idei költségvetési főösszegünk, hogy ennek az összegnek a több mint 58%-a az idei évben is fejlesztésre tud fordítódni, és ez még 22,5%-kal több, mint az elmúlt évben, holott 2019-ben is nagyon örültünk annak, hogy nagyon sok külső forrással, kormányzati támogatással és pályázatoknak az elnyerésével a saját bevételeinket ilyen mértékben, ilyen nagyságrenddel tudtuk növelni. A kisgyerekesek alig fele tér vissza munkahelyére. Közülük 68% ugyanabban, 17% más, 10% viszont alacsonyabb pozícióban dolgozik, derül ki egy felmérésből. A kutatás arra is rámutat, hogy a részmunkaidős foglalkoztatásban Magyarország lemaradása hatalmas,
Míg itthon 5% megy visszadolgozni 4 vagy éppen 6 órába, más uniós országokban már 15% felett van az atipikus foglalkoztatás ezen formája. Szakemberek szerint a gyerekes munkavállalók sikeres visszatérésének záloga a fokozatosság és a rugalmas munkavégzési formák lehetősége, valamint a több bölcsődei kapacitás megteremtése. Fehér port és zöld növényi törmeléket foglaltak le a rendőrök egy simontornyai autóban. Később kiderült, a sofőr és a két utasa is fogyasztott drogot, mielőtt a kocsiba ültek. A rendőrök azóta meg is gyanúsították őket. Kenderlevél grafikával ellátott zacskók, bennük pedig növényi származék, egy másik ugyanilyen zacskóban pedig fehér por. A rendőrök foglalták le egy simontornyai autóban. A zacskók az egyik ülés alól kerültek elő, a kocsiban egy nő és két férfi utazott. Az ellenőrzés során a jármű átvizsgálásakor munkatársaim 3 kábítószer gyanús anyagot találtak, 2 zacskó zöld növényi törmeléket, illetve 1 zacskó fehér port. Az autó utasait azonnal előállították a rendőrök, a vizeletükön elvégzett teszt pedig bebizonyította, hogy korábban fogyasztottak is drogokat. Mind a 3 személy gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Mind a 3 személy elismerte cselekményét, és elmondták azt is a kihallgatásuk során, hogy a kábítószer Budapesten vásárolták. A 3 gyanúsított a drogok birtoklásáért és a fogyasztásáért hamarosan bíróság elé állhat. Magyarországon is elterjedt növényvédőszerekhez használt hatóanyagok, a klorpirifosz és a klorpirifosz metil engedélyét vonták vissza az EU-ban. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerint ugyanis ártalmas lehet az ember DNS-ére és az idegrendszerre is. Ennek a hatóanyagnak 50 féle növénykultúrában több mint 140 kártevő faj ellen engedélyezett a felhasználása, és mintegy 88 országban használják. Magyarországon is a klorpirifoszt használják permetezésre, illetve talajfertőtlenítésre. A szakemberek szerint megbízható védelmet nyújt a talajlakó és a rejtett életmódú kártevők ellen. Temetői sírt rongált meg munka közben 2 ott dolgozó férfi, egy fát akartak kivágni, ami rádölt a kegyhelyre. Az ügyből bírósági per lett, a 2 férfi végül a legenyhébb ítéletet kapta. Egy temetőben dolgozott a 2 férfi, az egyik fát akarták kivágni, ami a vád szerint rádölt egy sírra, ami ettől összetört. A férfiak beismerték a károkozást, ami miatt, mivel kegyhelyen történt, garázdasággal vádolták meg őket. Amennyiben a vádlottak a váddal egyezően előterjesztik, illetve beismerik a bűncselekmények elkövetését, abban az esetben indítványozom, hogy 1 év 6 hónap próbára bocsássa őket a bíróság, és az előterjesztett 180.000 forint polgári jogigény pedig érdemi bírájára. A vádlottak az előkészítő ülésen azt mondták, igyekeznek megtéríteni a sírban keletkezett 180.000 forintos kárt. A bíró ezt és mások mellett azt is figyelembe vette az ítélethirdetéskor, hogy a 2 férfi közül egyikőjük sem volt még büntetve. Végül a lehető legenyhébb ítéletet kapták. A első rendű vádlott bűnös ötrendbeli rongálás büntetében ezért a bíróság 1 év 3 hónap időtartamra próbára bocsátja. Másodrendű vádlott bűnös ötrendbeli rongálás büntetében, ezért a bíróság 1 év 3 hónap időtartamra próbára bocsátja. Vagyis a 2 férfi a lehető legenyhébb büntetést kapta, így ha a következő 15 hónapban nem követnek el semmit, akkor priuszuk sem lesz többé. Az ítélet jogerős. Magyarországon évente többet áldoznak az emberek a kedvesükre Valentin nap alkalmából. Tavaly közel 12 milliárd forintot költöttek el, átlagosan 4800 forintot fejenként. Az adatokból az derül ki, hogy tavaly február 14-e előtt a magyarok 33%-kal költöttek többet ékszerre, mint 2017-ben, míg a virágboltokban 163%-kal hagytak ott többet. 8. alkalommal szervezte meg a regionális gitárversenyt a Szekszárdi Garai János általános iskolához tartozó Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskola. Az indulók 5 korcsoportban szóló hangszerrel versenyeztek, de kamarazene kategóriában is összemérhették tudásukat. A nem csak Tolna megyei érintettségű megmérettetésre Somogy és Baranya megyéből is érkeztek tanulók. A szervezők elmondása alapján egyre felkészültebbek a diákok, és évről évre nő a jelentkezők száma, idén mintegy 70-en mutatták be tudásukat. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Elfogadták az idei költségvetést plusz források beruházásoknak, ülésezett a Baranya megyei közgyűlés. Ne lehessen eladni a Zsolnai márkanevet, a cég döntése előtt megszólalt a pécsi ellenzék és a városvezetés is. Megváltozott a nyelvvizsgáztatás menete, szakmai konferenciát tartotta a Baptista Pedagógiai Intézet.
Ülésezett a Baranya megyei közgyűlés, a képviselők több fejlesztési kérdésben döntöttek. Ennek értelmében többletforrást kap a babarci óvodafejlesztés és a szigetvári kerékpárút építése. Ezek több 10 milliós forrást jelentenek. A testület előtt szerepelt a megyei önkormányzat költségvetése is, amelyben egyhangulag szavaztak a politikusok. Az egyik legfontosabb feladata a 2020-as megyei költségvetés elfogadása volt a baranyai képviselőknek csütörtök délelőtt. Végül a közgyűlés egyhangulag szavazott az ügyben. 16 egyhangú igen szavazattal elfogadták az idei évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetet. Fontos hangsúlyozni ebben, hogy mintegy 280 millió forint állami támogatással számol a megye az idei évben, és azt gondolom, hogy egy fontos előremutató döntés volt az is, hogy mintegy 70 millió forintot céltartalékba helyeztünk a pályázatok biztonságos megvalósítása érdekében. A képviselők meghallgatták a megyei értéktár beszámolóját is a munkájukról. Kiderült, a grémium fontos ügyekben döntött már. Többek között a szigetvári Zrínyi kultusznak nem csak a megyei értéktárban való szerepeltetéséről, hiszen ez már egy korábbi döntés is volt, de javaslatot tettünk arra, hogy a nemzeti értéktárban, illetve a Hungarikum gyökmok gyűjteményében is bekerüljön ez a helyi identitás nagyban formáló és meghatározó érték, a szigetvári Zrínyi kultusz, a zrínyiek hősiessége. Ezen kívül többletforrásról is döntöttek két fejlesztés ügyében. Babarci óvodaépítés és a szigetvári kerékpárút fejlesztése. Ezek a projektek kaptak mintegy 40 millióval több forrást. A Zsolnai márkanév védelmében tartott sajtótájékoztatót a pécsi Fidesz frakció vezetője. Csizmadia Péter azt mondta, Pécs város hagyományos értékeinek védelmében fordult a nyilvánossághoz. A Zsolnai Manufaktúra ZRT-ben 22%-os tulajdonrésze van az önkormányzatnak, minimális tulajdonrésze magánszemélyeknek, míg a többségi tulajdonos továbbra is Bahar Nagyari, svájci szír üzletember. Közben az ügyben közleményt adott ki Pécs polgármestere is. Vázák, tányérok, szobrok, vagyis zsolnai porcelánok a képeken. A hírek szerint nem csak a gyárban készült termékekre kerülne fel a zsolnai név, ha így dönt a cég közgyűlése pénteki ülésén. A zsolnai márka nevet védjegyet az eddigi alaptevékenységen kívül, tehát ugye ami a porcelángyártás, illetve épületkerámia gyártás. Ezen kívüli célra harmadik személynek ellenérték fejében átadhatná az igazgatóság saját hatáskörben, saját tárgyalásai alapján. Ugye mondom sem kell, hogy ez azzal a veszéllyel járhat, hogy a zsolnai, mint az egyik legjelentősebb pécsi hungarikum, illetőleg az Pécs elmúlt 100 évének egyik jelentős, hanem a legjelentősebb márka neve, az megjelenhet olyan termékeken, amelyek adott esetben méltatlanok a zsolnai névhez. Ezért az önkormányzat, mint szavazatelsőbségi tulajdonos, vétózza meg ezt a tervet a cég közgyűlésén. Ezt kérte Pécs polgármesterétől a helyi Fidesz frakció vezetője csütörtök délelőtt. Közben sajtóközleményt adott ki az ügyben Pécs polgármestere. Ebben azt írja, azt kértem a Zsolnai Porcelán Manufaktúra ZRT közgyűlésén a várost képviselő ügyvédtől, hogy a védjegyekkel kapcsolatos napirendi pontokat lehetőség szerint ne tárgyalja a közgyűlés, mert ebben a kérdésben további tájékoztatást szeretnék kérni a tulajdonostól. Kérem továbbá mindaddig az ilyen és ehhez hasonló ügyeket ne tárgyalják, ameddig a Zsolnai Porcelán Manufaktúra ZRT igazgatóságában és felügyelő bizottságában helyre nem áll a város szerződés szerinti képviseleti jogosultsága. Az előző városvezetés magatartása miatt ma a Zsolnai Porcelán Manufaktúra ZRT igazgatóságában és felügyelő bizottságában sincs a várost képviselő tag, amit mindenképpen vissza kell állítani, zárja közleményét Péterfi Attila polgármester. Jelenleg a Zsolnai Manufaktúrában 22%-os tulajdonrésze van az önkormányzatnak, minimális tulajdonrésze magánszemélyeknek, míg a többségi tulajdonos továbbra is Bashar Nagyari, svájci szír üzletember, aki azonban a város beleegyezése nélkül nem dönthet a névhasználatról. Második alkalommal rendeztek adózói fórumot a NAV pécsi központi ügyfélszolgálatán. Az esemény célja, hogy közelebb hozzák a hivatal nyújtotta szolgáltatásokat az adózókhoz. Ezúttal a kata volt a központi téma. Az előadáson elhangzott, 2016 óta a duplájára nőtt azon vállalkozások száma, melyek ezt az adónemet választották Baranyában.
A hivatal munkatársai ezért is tartották fontosnak, hogy a katásokra vonatkozó bevallási határidőt, azaz február 25-ét megelőzően széles körű tájékoztatást adjanak gyakorlati példákon keresztül. A mai adózói fórumon a kata adózási módnak a gyakorlati kérdéseiről esett szó. Az egyórás előadást követően kérdéseket lehetett feltenni, és az ügyfélkapcsolati szakterület munkatársai megválaszolták ezeket a kérdéseket. A legközelebbi alkalom az március 19-én lesz, és akkor a személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatban tartanak tájékoztatót az ügyfélkapcsolati terület munkatársai. A nyelvvizsgákra való gyakorlati felkészülés és felkészítés volt a témája annak a konferenciának, amit a Baptista Pedagógiai Intézet szervezett a Pécsi Cseperka iskolában. Ez a továbbképzés az egyik állomása volt annak a sorozatnak, amit a nyelvvizsgáztató intézmények szakmai támogatására hívtak életre a Pedagógiai Intézet munkatársai. Mint ismert, a 2019 októberi vizsgaidőszaktól változott a nyelvvizsgák menete, követelményrendszere. A Baptista Pedagógiai Intézet célul tűzte ki, hogy szakmailag támogatja a nyelvvizsgáztató intézményeket. Ezért két konferenciát, 5 továbbképzést, valamint vizsgáztató képzést indítottak. Ennek egyik állomása volt a pécsi, amit a Cserepka iskolában tartottak. A konferenciának az a lényege, hogy tartottunk Budapesten, Debrecenben, Pécset, konferenciákat, ahol a különböző nyelvvizsgákat mutatjuk be. Ezek a nyelvvizsgák talán segítik a nyelvtanárainkat abban, hogy jobban felkészítsék a tanulóikat, és ki tudják választani azt a nyelvvizsgát, ami az ő tanulóik számára leginkább megfelelő. Ezeken kívül még 2 országos méretű, azaz 186 nyelvtanárt érintő konferenciát tervez a Baptista Pedagógiai Intézet, melyeknek a nyelvvizsgáztatás segítése, valamint a külföldi és hazai partnerkapcsolatok kiépítésének támogatása a célja. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a külföldi nyelvtanulási program, ami most itt 2020 nyarán fog megvalósulni, hogy az iskoláinkat támogassuk ebben a programban, és ösztönözzük, hogy a szakgimnázium és a gimnáziumi osztályok ezen részt tudjanak venni, illetve az Erasmus Plus programon belül, hogy kívánjuk, hogy ők ebben is részt vegyenek. Egyébként nagyon nagy számban vesznek részt iskoláink Erasmusos programokban, bármelyik területen, hiszen ez nagyon sokrétű. A Baptista Pedagógiai Intézet segít a továbbképzésekben, konferenciák szervezésével és a partnerkapcsolatok építésében. Mindezt a Nemzetközi Keresztény Iskolák Szervezetével való kapcsolata révén teszi, melynek 108 országban összesen 28 ezer intézmény a tagja. Ezeken kívül személyesen vették fel a kapcsolatot a nyelvi intézetekkel. A konferenciák első köre 2019. október és novemberében zajlott, most február-márciusban folytatódik, jövőre pedig módszertani továbbképzések lesznek napirend. És végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Tolna megyei közgyűlés. Kevesebb forrásból kell gazdálkodni a megyében 2020-ban. Költségvetési tervezet. Szekszárd fideszes polgármestere folytatná a beruházásokat. Drogfogás. Fehér por és növényi törmelék került elő az autóból. Temetői rongálás. Elítélték a kárt okozó munkásokat. A hétvégén napos, kellemes idő ígérkezik az előrejelzés szerint. Csapadék nem várható. Az évszakos átlagnál jóval enyhébb idő lesz. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor ezt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!